Szerbiában, Romániában és Horvátországban több helyen rendkívüli állapotot rendeltek el az özönvízszerű esőzések, áradások és földcsúszamlások miatt. A szélsőséges időjárásnak már halottjai is vannak. Sárlavinák, földcsúszamlások és árvizek járnak a heves esőzések nyomán Románia nyugati részében. A természeti csapás már halálos áldozatot is követelt. Egy ember meghalt, amikor földcsúszamlás miatt gépkocsija becsúszott a Dunába. Két embert pedig a víz sodort el, a hatóságok még keresik őket. Méhed megyében a víz 900 háztartást árasztott el, egy iskola is víz alá került. Onnan 67 diákot és 18 tanárt kellett kimenteni. A tűzoltók sok helyet el sem tudnak érni a heves esőzés és a vihar miatt. Az utak több felé járhatatlanná váltak. Horvátországban a hadsereg segítségével igyekeznek felvenni a harcot az özönvízszerű esőzések után érkező árvizekkel. Homokzsákokból építünk védművet, mivel a Kupa folyó szintje óránként 2 centiméterrel növekszik, mondta egy lakos Staroprácsnóban. Horvátország több részén is rendkívüli állapotot rendeltek el, például Kárlovác mellett, Dalmáciában, Splitben, Zadarban és Sibenikben is. A térségben 2 évtizede nem esett annyi eső, mint most. Az utcákon hömpölygő víz miatt a közlekedésben soha nem látott fennakadások vannak. A Mura folyó vízszintje Horvátországban és Szlovéniában történelmi csúcsot döntött. A víz lakóházakat és utakat öntött el. Sokakat ki kellett menteni. Szerbia keleti részében a heves esőzések és az árvíz miatt rendkívüli helyzetet rendeltek el. A vihar és esőzés nagy kárt okozott a Vaskapu vízerőmű 2. részlegének területén. 2 áramfejlesztő nem üzemel. Az erőmű teljesítménye emiatt körülbelül 30%-kal csökkent. Ráadásul az 1. részleg is megrongálódott.